Hát szép jó estét kívánunk! Sziasztok! Végre újra udvarhelyen. Ez egy nagy csoda, hisz 71-ben voltunk itt először, akkor jöttünk a Sziklus Fesztiválra. Akkor bizony három fiú volt a színpadon, és hát ez volt a címe is a dalnak. Akkor a színpadon állt Rádúj Béla, Elekes Csaba és a jó öreg Virányi. Hát bizony, akkor nagyon furcsák, hidegek voltak a reggelek. Meg kell mondanom, hogy különböző kisebb-nagyobb beállási problémák, de nem baj. Tehát megérkeztünk Segesvárra 1971-ben, és hajnalban vártuk az udvarhely felé jövő vonatot. És bizony, hidegek voltak azok a hajnalok. Ó, hideg hajnal,
bénal. Szépen ezek után egy olyan dal jön, ami egyetlen olyan érdekes italról szól, ami még soha nem látta az ő szülőhazáját.
Mégpedig le nem látta se Jamaikát, se Reunion státot, se Kubát, és ez pedig a román csoda volt, a rum. És ebből is a legizgalmasabb nóta, a rum blues. Ó, a rum, ó, a rum, ó, a rum, a rum.
nagyon szépen köszönjük, tehát ez volt a legendás Room Blues. És hát általában azt mondja a szólásmondás, a gyakorlott a divó emberek, azt mondják, a sör után, a rum után jöjjön a kísérő. Hát egy kortsör! Kívánok, ez egy jó kis kísérő. És hogy most egy könnyedebb nótát válaszunk. Most már gondolom, hogy mindenki a sört azt beszerezte. És akkor gondoljunk arra, hogy amit Tamási Áron írt, hogy kell valahol egy hely legyen a világon, ahol otthon érezzük magunkat. Hát bizony ez lesz, az otthon. Tessék, másoknak nekem, nem is kell már a programot nézem.
az Otthon című szám következik. Szász Ferenc, Domos Jocó, Orbán Bandi és Rendler József a háttérben.
ez volt az Otthon című nóta, és ezután következik az a nóta, amit az eredeti címén nem volt szabad használnunk. Mi pedig len, ez azokról a kékszemű legényekről szól, akik mint az árnyak járkáltak mögöttünk, és miután nem nevezhettük Szekuszongnak, ezek után úgy neveztük, mert feltettük a kérdést, hogy vajon hol alusznak ezek a kékszemű legények, hogy mindig ott vannak a nyomunkban. Tehát az árnyékok ágya. Az árnyékok vajon hol pihennek? Honnan jön ez a néma nép? Észrevétlenül megjelenik, a nyomodba lép. És elkísér végig minden napon, szürkén vallag lelked mögött, észre sem veszed, eltűnik úgy, ahogy jött. Azt hittük, hogy elmentek, de nem mentek el.
Sajnos meg kell nyugtatnom mindenkit. Még sokan itt vannak köztünk. Na már most. Volt egy korszak, amikor volt egy ifjú munkás nevű újság. Nagy szakértelemmel írt sok mindenről. És többek között egy kollégánk írt egy cikket, hogy mi túlságosan egyszerű dalokat írunk, mert csak négy akkordból áll az egész. Aztán volt egy kis sajtóvita erről, mi pedig len úgy gondoltuk, hogy és köszönet érte a kritikusnak. Mi írtunk egy egyszerű dalt, és ez valóban csak négy akkordból áll. Tehát az egyszerű dal. Thank you.
volt egy egyszerű picinke kis dalocska, négy akkordból áll, és most egy sokkal filozófikusabb jellegű dal következik, de mielőtt ezt elkezdenénk, szeretnék köszönetet mondani a Siculus Fesztivál szervezőinek, hogy meghívtak bennünket. Nem szeretnék név szerint senkit sem megnevezni, mivel nagyon sokan vettek ebben részt, és segítették azt, hogy égre itt állhatunk 50 év után újra ezen a színpadon, és nekik ajánljuk ezt a dalt. Nagyon szépen köszönöm az ő nevükben is. Valóban egy óriási öröm számunkra, hogy itt lehetünk Udvarhelyen, és itt a Siculus Fesztiválon. Tehát a dal, amiről éneklünk, a címe Rádói Béla szövege különben, a holnap jövőt ígér. Soha nem hittem el, amit mások gyakran mondtak. Amit mások gyakran mondtak. De vannak sokan, bizony vannak sokan, akik hisznek a hazug szónak. Akik hisznek a hazug szónak. Néha elviselem, de sokszor nincs türelmem, hogy kivárjam, mit hoz a holnap. Hogy kivárjam, mit hoz a holnap. Végül egy valamit megtanultam én. A holnap az jövőt ígér, és számomra már egy a cél. Megtenni mindent a holnapokért. Végül egy valamit megtanultam én. A holnap az jövőt ígér, és számomra már egy a cél. Megtenni mindent a holnapokért. Végül egy valamit megtanultam én.
Köszönjük szépen. Köszönjük, Udvarhely. Köszönjük, Szikulusz. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk. Hát ez volt a Holnap jövőt ígér, és remélem, hogy Szikulusz volt, van, és Szikulusz lesz, mert ennek lennie kell. Most pedig lenn Orbán András fogja előadni kis disszertációját. Bandika előjön a kamrából. Sziasztok, szeretném bemutatni az együttest. Szász Ferenc az előtt már láttuk, tudszál harmonikázni is, gitározni is, de közben ő az idősebb Szász Ferenc. És boldog nagyapó, 8 éves kisomagájába, kislány, és roppant büszke. A fia szintén nemzetközileg elismert gitáros, szintén Szász Ferenc. Mögöttem Trendler József, Tamár úr, a Váradi Filharmoniának oldogosa. 1995-ben hívtam arra az együttesbe, Rádő Béla halála után, azóta ő a dobosunk. Tanít is, és most hallottam meg, és nagyon büszke vagyok rá, hogy itt a Szikulusz Fesztiválon is 2-3 tanítványom fellépett a váradi együttesekkel. Szintén agyapó. Következik a Marosvásárhelyi Dobos Jocó. Vele az az érdekesség, hogy 1968-ban, amikor a Metropol megalakult, kereken egy éves volt. Egy. Az édesanyja hozta a vásárhelyi koncertekre, és meglátott minket, nagyon megtetszett. Tessék most itt a teljes valóságában. Nem utolsó sorban szeretett főnökünk, az utolsó mohikán, az utolsó aktív alapító tag, Virágyi Attila, zeneszerző, szövegíró, basszusgitáros, menedzser. Elárulom, hogy a múlt hónapban volt 70 éves. Ugye nem látszik? Hát akkor jöjjön Orbán András, a legrégebbi kollega a bandába. Ő, aki a jóságos Bandi bácsi. Szükségem lenne minden egyes percre, hogy lefotoljam azt, mi eddig elmarad. Szükségem lenne minden egyes percre, és akkor sem mondhatnám, hogy eleget láttalak. Sok mindent kéne, elvarom még. Sok mindent kéne, meghallgatni még. Sok mindent kéne, megtenni még.
mondhatnám, hogy eleget láttalak. Sok minden kéne megtenni még, sok minden kéne meghallgatni még, sok minden kéne elmondani még, sok minden kéne, de nincs időm elég. A szükségem lenne szint. És most a színpadra egy nagyon-nagyon régi kedves barátunk jön, aki szintén ős szikuluszos, ő még az 1970-es szikuluszon is részt vett, mégpedig len az a zenész, jazzzenész, aki hosszú ideig belünk nem lépett fel színpadra, de 2014-ben megtört a jég, és egy nagy találkozás közepén, amikor a Dobos Jocó először énekelt velünk Marosvásárhelyen, a Jazz and Blues Klubba, akkor Biza beállt és énekelt velünk egy nótát. Azóta már nem csak egyet, hanem kettőt is fog énekelni. Most pedig len elárulom, hogy kiről van szó, régi-régi-régi jó barátunk jön a színpadra, Boros Zoltánt kérnék! Itt van Boros Zoltán! Na már most egy olyan nóta jön, ami a...
vagyok az, ki mindig megyek. Utam végére sohasem érek. Én vagyok az, ki mindig megyek. Utam végére sohasem érek. Végére.
sohasem érek. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Utolsó dalunkat pedig szeretném dedikálni a Román Televízió magyar adásának összes dolgozónak, akik itt is vannak és akik nem is, szerkesztőknek, riportereknek, operatőröknek. Köszönjük szépen a munkátokat, amit 50 éve segítettek bennünket. És akkor az utolsó dal jön, és ehhez a segítségeteket kérném. Különösen a zenekarokat, akik nagyszerű Metropol dal feldolgozásokkal egyszerűen elájultattak bennünket. Nem tudunk szóhoz jutni. A segítség az lenne, hogy az utolsó dalt fogjuk énekelni. Gyertek közelebb, énekeljük együtt az égben lévő zenekari társainkkal együtt azt, hogy ígérhetne az ének, aki akar gyújtson gyertyát, lámpát, bármit. Emlékezzünk meg Rádúj Béláról, Elekes Csaváról, azokról a zenész kollégákról, akik fizikálisan nem lehetnek itt, de lelkileg biztos itt vannak velünk. Ki nincs már velünk, hossz éjjel ne szakadjon az egész életünk. Gyertyát gyújthatnánk, hogy égjen, hogy megtalálhassuk egymást a végtelen éjben. Ég.
és énekelnétek. Jönnétek, és énekelnétek! Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Hát ez volt az 50 éves találkozó. Ennyire sikeredett, és át kell adjuk a színpadot a következő zenekarnak. A Transzilvánium következik utána. Fogadjátok óriási szeretettel, és türelemben várjátok, amikor ők is átszerelnek. Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Orosz Zoltán kapott egy egyenruhát, megkapta az egyenruháját most már. Renner József a dolognál, Kavos Jocsó, Orbán András, Szász Ferenc és a legnagyszerű publikum, udvarhelyi publikum, ez a publikum. Thank you.